A kertekben nem egyszerűen csak gyönyörködünk, hanem kihasználjuk a szabadtér biztosította lehetőségeket is. A szakemberek szerint ma már a kényelem mellett a környezettudatosság és a funkcionalitás kerül előtérbe a tervezéskor. A színekkel, a térrel, a kerti bútorokkal, a kiegészítőkkel játszanak a kertépítők. A mai világban már, már többet kívánnak az emberek, ha belép egy vendég, egy, egy jó barát a... a a háznak a területével, a kerítésen belül már egy megfogó, hatású kompozíciót kell nekünk felépíteni. Onnantól kezdve rengeteg apró kell rengeteg ilyen, ilyen kisegítő részekkel lehet, dohókkal, kavicsokkal, forgácsokkal diszíteni még a kertet. Onnantól kezdve a növények adják magukat színükkel, magasságukkal, alakjukkal. A korábbi letisztult egyenes vonalú formák helyett ma már nálunk is tudatos kertépítés zajlik. Még mindig divat a nyugalmat árasztó kertító, a csobogó, a madáritató, a színes kiegészítők használata. Rengeteg ö, ö, új dolgot hoztunk be a kertbe, a labirintrendszerrel, egy kis beugrókkal, egy kis szemkecsegtető dolgokkal, sikerült a kisebb kertből is nagy kertet varázsolni, és az embernek a szeme az jár folyamatosan. Rengeteg új szint használunk, rengeteg új fajta növény van, ennek megfelelően a szakmához illően tudja a kertépítő, hogy még növény mekkorára nő, onnantól kezdve szépen növekedési sorrendbe és virágzási sorrendbe is fel tudja állítani. Minden divat manapság, ami a természetes és élhetőbb, a szerethetőbb környezet felé visz minket. Az idősebb korosztály körében hódít a hagyományos falusi kert, a színes egynyári növények kavalkádja, a fiatalabb korosztály pedig továbbra is a praktikusságot kedveli.